ma reggeli, ma délelőtti első beszélgető partnerünkkel, Horváth Éva Mónikával, aki festőművész, átvesszük azokat a politikai eseményeket, ami híreknek tekinthető. Úgyhogy szeretettel köszöntelek, kedves Éva Mónika, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szevasz Karcs, és üdvözlöm a hallgatókat. Örülök, hogy itt vagyok ma reggel. No, az első kérdés az, hogy ebben a zűrzavaros világban, infláció, háború, a forint olyan értékvesztése, energiaválság, az emberek fáznak, egyre hamar, egyre inkább nagy a veszély annak, hogy éhezni is fognak, nem csak megfagyni. Ebben a helyzetben. Egy művész mit lát, mit lát ebből a világból? Tehát mennyivel más ö, egy művésznek a, a szemlélet, a világlátása, mint egy átlagos halandónak? Egy ilyen krízisben igazából nem művész vagyok, hanem egy ember, és nagyjából ugyanazt érzem, mint a legtöbb ember. Jól lét idején egy ilyen művészi praxis vagy pálya, az az egy olyan pluszt, amikor valami specializációt is keres az ember. De akkor, amikor látja az ember, hogy sok fronton, sok felől veszély van, veszély közeledik, akkor sokkal inkább levetkőzik mindent, és marad hús a csontjain egy ember. A mm, Szokták mondani, a művészetet nem kedvelő emberek, hogy mi értelme van a művészeteknek, hát ö, nem leszünk tőle jól lakottabbak, ö, nem lesz melegebb az otthonunkban, fölösleges dolog ö, ilyesmivel ö, foglalkozni. Én természetesen nem értek velük egyet, tehát abszolút nem ez az álláspontom, de hát van egy ilyen nézet is. Mivel tudjuk megindokolni, vagy mit tudunk mondani ö, ezeknek az embereknek, hogy miért is van szükség a művészetekre? már egy jó ideje érzem, és ebben a krízisben felelősödik bennem az, hogy amit úgy mond a tudomány, hogy domestifikáció. Tehát a megszelidítés, háziasítás, háziasítás ismerősítétele valaminek, ezek mind azok a fontos dolgok, amiben egy erős médium tud lenni a művészet bármelyik ága, és az, amit közvetít. Akkor hadd mondjam el, hogy én mit gondolok a művészetek fontosságáról. Ugye bele vagyunk szorulva abba a ketrecbe, vagy abba a kényszerbe, amit a végesség jelent. Ugye megszületünk, meghalunk, ott van egy időtartam, mindennek megmérjük a kiterjedését, a súlyát, a hosszát, a mélységét, a szélességét, a térfogatát, tehát mindent mérni tudunk. Aztán ott van halál utáni állapot, ott van a végtelen, és a végtelent racionális eszközökkel nem tudjuk, tehát a saját eszközrendszerünkkel nem tudjuk értelmezni. Mm. Úgy látom, hogy a művészetek azok, akik megnyitják a kaput, vagy legalább részt nyitnak a végtelenre. Tehát egy olyan szférát tudnak számunkra kinyitni, ami racionális eszközökkel nem érzékelhető. Hát ez általában így van, és azt szeretném, hogy így is maradjon. Én kortárs művész vagyok, az egy specializáció, tehát kontemporéri árt, ami egy, egy része az egy jelenkori együttélő művészeteknek. Ez körülbelül annyit jelent, hogy jobban koncentrál az immanenciára, mint a transzcendenciára. Hát persze velem nem így van. Szerintem a lét folyamata, a tudat folyamata az egy beláthatatlan adomány, és ezzel csak élni lehet, és visszaélni nem szabad. De igazából a jelenkori művészetnek ez a kontemporéri része leginkább azzal foglalkozik, ami körülvesz egy reflektív művészet. A szorongásainkat felturbózza, a félelmeinket alátámasza, Tehát egy olyan ö, tükör, amely élesen mutatja mindazt az esendőséget, ami a születés és a halál közötti egyszerűben megtörténhet. Mi a, a fontosabb a művészetben, mondjuk a festészetben? Mm. A témaválasztás, vagy a technikai kivitelezés, vagy a kettőnek valami összhangja. Nekem két témám van. Van egy transzcendens témám, ami igazából egy tükör, hogy ki vagyok, mint lény, létbe vetettem egy ember, és azon belül nőként születtem, és így élem az életem. A másik a közösség iránti mérhetetlen szolidaritásom és szeretetem a tömegekről szóló nagy sorozatom én nem annyira foglalkozok direktbe témaként a fogyasztás kritikával, meg rakás olyan divatos tematikával, ami ma látom, hogy a többi művészt igen éle értékenyen érinti és foglalkoztatja. Hát, hogy miért teszem ezt? Mert úgy gondolom, hogy az ember érzelmeit kontrollálni képes, gondolkodó lény, amely cselekvésekre képes, és ez a cselekvés csak egymásért történhet meg. Tehát én nagyon erősen egy Szent Ferenci dolgot gondolok arról, hogy mit érdemes csinálni, enni, aludni muszáj, Még ezt nem mondom tovább, hogy mi minden a létfenntartással kapcsolatos dolog, de a nagybetűs cselekvés az a másik emberér van, és ez százszorozottan visszaszáll arra, aki így csinál. Az említett képsorozatod, ami a tömeg és az egyén viszonyáról szól, és hát fantasztikus képek, az az én számomra tulajdonképpen azt jelenti, hogy hogy változik át a mennyiség minőségé, vagy a minőség mennyiségé, ezt nem tudom pontosan eldönteni, hogy ez egy pozitív vagy egy negatív folyamat, de nekem ezekről a képekről mindig Krisztus jut eszembe a Pilátus előtt, amikor a tömeg elkezd kiabálni, és mindenki úgy érzi, hogy ő barabást mondott, hogy barabás legyen az elítélt, tehát a barabás legyen, a, aki hát életét veszítheti, vagy megveszítik, és mégis a tömeg ő összhangja az Jézust sugárzott. Ez hogy van? Hát az együttlét az felemelő. Tehát egy ember képes szomorú lenni, ele, eleset lenni, de két embernek már nagyobb az esélye arra, hogy egymásban is magára ismer, és esetleg a lét gyönyörűsége felé is nyitott. És a csoportban levés az ezt emeli. Tehát például a zsidó jesiva tíz férfi elég ahhoz, hogy a megnevezhetetlen közénk invitáljuk, és, és együtt legyünk az örömben. Tehát nagyon furcsa dolog a sok ember együtt típusú létezés és érzés, és hát a Elmúlt 150 évből tudjuk, hogy a manipuláció, a tömegmanipuláció és ezen keresztül az egyén manipulációja is így zajlik. Igazából nem egyéneket akarnak megmanipulálni meg vagy befolyásolni, hanem mindig tömegeket. Az nem lehet, hogy ebbe a, a, a Krisztus és. <coughs> Barabás példába, hogy nem jól érzékelik az egyének, hogy a tömegnek mi a akarata és a szándéka, és azért gondolja mindenki, hogy Barabást mondott, de aztán a végén az egésznek Jézus az üzenete, vagy Jézus a... tömegben a... való részvét, jelenlét, az azzal a tudattal jár együtt, hogy tudja, hogy részt a tömegnek, de kívülről sose látja annak nagyságát és határait. Tehát már önmagában egy tudati áthághatatlan át, há, kettősségben létezik, és ebből a bizonyos mozgó váltóáramtól lesz nagyon furcsa a helyzete, mert hol emelkedik, hol süllyed. Az elmúlt száz évben, mivel a tömeg az egyik legnagyobb hatalomképző, illetve power, tehát erőképző a világban jelenleg mondjuk 3-400 éven biztos, ha, ezért a, nagyon sokszor csak azt a részét emelik ki a tömeg jelenségnek, ami a atomizáló, a szorongást fokozó, az egyéniséget elvesztő, az a, az a tömeg, aki betöri a kirakatot, és a kisboltosnak kifossza a boltját, vagy hogy fejezzem ki, tehát a magántulajdon erős védelmére csak rettenetes dolgokat képesek mondani a tömegről. De hát azért, ha már egy ilyen helyen vagyunk, azért megemlíteném, hogy például a csodálatos kenyérszaporítás, az nem ment volna úgy, hogyha nincsenek elegem. Tehát az kellett egy tömeg. Két ember nem tud ilyen emanációt, ilyen kiáramlást, ilyen erőt, energiát létrehozni, mint ami ahhoz kellett, hogy abból a négy kenyérből kétszázan is jól lakjanak. Tehát ez azt jelenti, hogy a tömegnek van valami olyan, az érzékszerveinkkel nem érzékelhető ereje, belső ereje tartaléka, amit jó emberek képesek felszínre hozni. Hát igen, tehát azt mondanám, hogy ha a szél, a tűz, a víz pusztító, de éltető és hatalmas erő ugyancsak és ilyen típusú az emberi együttlétek a tömegnek az ereje. No beszéljünk egy kicsit a művészek világáról. A művészek azért vannak speciális helyzetben, megkérdőjelezhetetlen értelmiségű létük. De egy művésznek megadatik az, hogy a műveink keresztül legyen író, zeneszerző, festő, szobrász, a saját világképét egyénileg, mástól nem befolyásolva tudja megjeleníteni. Na most ez egy óriási szabadság és óriási függetlenség, de vajon a művész társadalomra tükröződik-e, vagy levetítődik az a társadalmi szembenállás, ami az egész magyar társadalmat jellemzi, és ami sajnos politikai akarat következménye? A magyarországi művész társadalom is egy szegmentált tömeg, tehát sokféle ágense csoportja van, és igen, kitapintható az, amit mondasz, hogy ez a szembenállás, mivel érzékeny emberekről van szó, felfokozottan jelen van. De a, a... Én a művészekről azt gondolom, hogy ők valóban a szó legtisztább értelmében belülről vezérelt emberek. Tehát őket nagyon nehéz lenne befolyásolni, hogy csoportokba, klikkekbe, egyebekbe álljanak be, ha csak nem valami iskoláról van szó, ami annak a művészetnyágnak a jellemzője vagy meghatározója. Hogy a fenébe lehet az, hogy ezek a Erősen belülről vezérelt emberek képesek ö, ö, kánonokhoz oda csapódni, politikai irányzatokat támogatni. Ez a művészi függetlenségük feladását is jelenti, nem? igazából figyelem, megfigyelem, de hát én már 40 éve figyelem meg ezt a folyamatot, vagy ezt a szegmensét a társadalomnak, hogy aminek én is része vagyok, hogy milyen emberek a művészeket hát szeretni való csoda lények. De hát úgy, mint a többi területen, hát nem mondanám, hogy minden orvos attól, hogy fölesküszik arra, hogy gyógyítani fog. Ezt élete végéig praxiszerűen minden pillanatban meg tudja valósítani, ám úgy legyen. Tehát, amit mondasz, persze, az egy ideáltípus, és úgy is van, hogy ki nem merném mondani, hogy a művészek nem belülről vezérelt emberek, mert nem, ezek művészek, és belülről vezérelt emberek, de hát ugyanúgy csak emberek. Az előbb is az egész beszélgetést azzal kezdtem, hogy csontra húsra vetkőztet az a rémület, ami körülvesz. Tehát az azért kiörül annak, hogy Európában háború van. Kiörül annak, hogy most már egyértelműen látszik, hogy az olcsó energia évtizedei véget értek. Tehát muszáj változtatni. Ki örül annak, hogy a globális felmelegedés ilyen mértékű, és a, nem tudom, az élőlények lények, élő világai úgy pusztulnak, beleértve az emberi tereket is, ahogy. Hát ezeknek nem tudunk örülni. Meg hát gondolom, hogy nem is inspirál, tehát nem egy inspiratív tényező, ami a művészek alkotó érdekes, készségét. Érdekes, én a tömegekkel foglalkozok, ez izgat legjobban egész lényembe és intellektuálisan, de amióta ez a szörnyűség ennyire látványosan, sok szinten történik, Azóta sokkal inkább egy belső fohással, ezt a bizonyos metafizikusabb részét csinálom a művészetemnek, ami elemiben belőlem fakad. Tehát akaratomból is kihullasz én akart vágyot, Istenem, már magamat sem ismerem, és hozzád hajolni, rontás azt Hol tudsz találkozni a befogadókkal? Úgy tudom, hogy a közelmúltban volt egy nagyon jelentős kiállítás, ott talán még tart és velence. Velencén. Közelmúltban körülbelül 200 művemet láthatták egy időben az érdeklődők, két kiállításom állt. Ebből a személyes, felfakadó vallomásból fakadó, az antagonista, tehát az együttható, ez a karinti szalomban volt látható. És augusztus 6 óta, a Kápolnásnyéki halászkastélyban 99-et tudok bemutatni a tömegeket ábrázoló nagy sorozatomból, és hát amilyen a mostani helyzet, ez november 6-ig van hivatalosan nyitva, de fennmaradt télire, tehát temperálják a helységeket 15 fokra, és ha csoportok jelentkeznek, azoknak kinyitják, de nem lesz úgy nyitva az intézmény, mint normálisan szokott. Tehát nekem tavaszig megtekinthető, ha összeállnak csoportokká, kedves hallgatók, nézők, mint említettem, tizen már egy csoport vagyunk még Isten színe előtt is, és felhívják ezt az intézményt, akkor bebocsájtást nyernek. Egészen márciusig nézhető a kiállításon. Egy művésznek, amikor alkot, meg lehet -e határozni, hogy mi, mi dominál benne a legerőteljesebben? Önmaga kifejezése, vagy valami olyan felelősség, hogy valamit adni akar a közösségnek, valamit úgy akar megmutatni, hogy ő látja? Habár nyilván a kettő egybeesik. Hát ennek is van, a, ennek a személyiségnek, hogy alkotó művész, és van egy ilyen individuális kiteljesedés, egy individuációs íve, kinél, hogy... Alakul ez a röppája. Nyilván eleinte azért van az, hogy valami érdekli az embert, aztán találkozik azzal, hogy érdekes, hogy ki tudom magamat fejezni, és ebbe is bele lehet egy picikét állni. És hát, mint egy személyiségfejlődés szintjén, az is beállhat, amiről te beszélsz, hogy igen, 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 a többi ember, ami engem, én itt tartok, tehát engem ez érdekel önkifejezés az, hát nagyon sokra tartom, és senkire sem mondanám, hogy baj, hogy önkifejez művészi eszközökkel. Én úgy érzem, hogy van ott még más is. Tehát van ez a bizonyos létér az emberekért élésnek egy lehetősége és megmutatása a műveken keresztül is. Mert ez artikuláció, tehát megformáltság. Lehet-e a művészetben, a festészetben, a szobrászatban szobrá, lehet-e hazudni? De hát lehet-e valami olyan hamis világképet mutatni, ami nem létezik? Hát nyilván az irodalomnak, meg a filmművészetnek, meg a színházművészetnek van egy olyan ága, amelyik igyekszik a mindenkori, jelenkori valóságokhoz igazodni és politikailag megfelelni, de hát például a festészetben lehet hazudni. Hát mindenben lehet hazudni. Hát azért álszent lennék, ha azt mondanám, hogy nem lehet. Ha úgy messzük, régi barátom, fiatal koromnak egyik barátja volt Hernádi Gyula. És Gyula bácsi, tehát Zsül azt mondta, hogy semmi sem olyan izgalmas dramaturgiailag, mint az árulás. Tehát, hogyha egy drámát fel akarok építeni, úgyhogy keresem azt az emberi cselekvést, ami a leginkább veséig hatol, ha szúrnak, az az árulás, és az hogy kezdődik hazugsággal? Igen, ez igaz, na, de az árulást kétféleképpen lehet ábrázolni. Lehet úgy, hogy ez egy természetes és követendő emberi magatartás, meg lehet úgy is, hogy az árulás valóban árulás, és nem méltó az ember. Hát azért az egy hőbrész, tehát akárhogy nézzük, azt nem lehet domestifikálni. Tehát az, az úgy van, ahogy van. No, és milyen kiállításokra készülsz, még egy könyv is készül, egy album is készül a műveidből, ha jól tudom? Igen, ez az elmúlt tíz évnek a papírmunkáiból készül. Nyilván a kivitelezést ez a megszorításos monetáris politika azért hátráltatja, ha szabad így mondani de talán jövőre össze fog jönni, már több mint fél éve nyomda az anyag, kétnyelvű, és igazából erről az anyagról annyit szeretnék mondani, hogy valamikor 12-13-ban, amikor a Majdang problémája volt, és hírvideókban lehetett látni, akkor tűnt föl nekem a tömeg neked a bizonyos szegmentált volta, és manipul manipulálhatóságának egy olyan képlete, ami a híri videókban látszott. És én azóta foglalkozok igazából ezzel a dologgal. Hát azért is kék-sárga, nem azért, mert aktuálisan kék-sárga, hanem ill generál -e ez az anyag abból a színből. a kievi történetek is lettek téged, és... Hát aztán hermeneutikusan körbejártam az összes szituációt, ahol együtt vannak az emberek. Csak azokat a helyzeteket kerestem, ahova nem kényszerrel viszik őket, tehát ahova szabad akaratukból mennek el. És azért ez is elég sok helyszín, vagy helyzet, amiben az emberek együtt lesznek. Igazából a körmenettől kezdve a fesztivál, koncerthangulat, majáli, sportesemény, tüntetés, futballmeccs, tehát olyan helyzetekben szoktunk együtt lenni, ilyen nagyobb számban, amilyeket végig nem veszünk ladba. Ellenben mind esély arra, hogy ezt az emberi-nembeli együttartozásunkat és ezt a hatalmas teremtő erőt ezt életre hívjuk és hogy élni segítsen. Tehát a szórakoztatásnak ugye egyik része, hogy föltöltődj. De amikor véleményt formálunk egy tüntetésen, az is arról szól, csak egy magasabb szintítje ennek, ahol esetleg, hogy mondjam, nem téttelenül megyünk oda, hogy csak jó lesz, hanem a véleményünknek adunk hangot. De az is egyfajta ilyen erőteremtés, teremtő erő megjelenése. A művészet az elválaszthatatlan a lélektantól. Akkor beszéljünk most egy kicsit olyan lélektani kérdésekről, hogy van -e egy közösségi tudat, meg van egy egyéni tudat. Melyik befolyásolja jobban a másikat, vagy oda-vissza ható, tehát egymásra ható folyamatok zajlanak le, hol az egyik erősebb, hol a másik, vagy pedig kívülről egy harmadik erő képes befolyásolni ö, ö, a kollektív tudatot? Hát szerintem a lét elviselhetetlen egyedül, tehát egyedül nem megy. Egyedül nem megy. Ha, 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 ha. Tehát ugye a régi idők focia már... Minarik. Igen, erősen mutatta ezt a dolgot. És hát jó esetben azért oda-vissza. Hát az engem a váltó áram, a impulzus dinamika nagyon érdekel, és ez mozgatja az emberi együttléteket. Tehát ez a dinamikus kapcsolatok, áramlások, oda-vissza áramlások, Egyén tömeg viszonylatában is így van. Elveszted magad, megtalálod magad, újra elveszted, egy gyors változásban edződik a lelked, és úgy jössz el, hogy embernek érzed magad. Ezt ennyit tud az együttlét, a sok emberrel való közösség. Hát, hogy lehet-e manipulálni? Hát sajnos ugye tudjuk, hogy igen. Ez azért fontos kérdés, mert kutatjuk, hogy Magyarország miért van olyan helyzetben, amilyenben van, hogy az Európai Unió tagországai közül hátulról talán a másodikok vagy a harmadikok vagyunk minden vonatkozásban, és Általában csak anyagi eszközöket és anyagi dolgokat szoktak mérni, de hát azért az anyagi helyzetnek lélektani okai vannak, és ezt általában nem szoktuk vizsgálni. Hát transgenerációs múltunk van ebben a kérdésben. De más országoknak is ugyanilyen a múltja, csak másképp élik meg, Bennünk magyarokban van egy ilyen tudat, hogy mi a történelem során annyi megpróbáltatást kellett, hogy átéljünk, és mi védtük Európát, a kereszténységet, meg a fene tudja, hogy mi mindent védtünk, és hát ilyen áldozati szerepben vagyunk. Ez önmagunktól alakult ki, vagy erre tanítottak? Hát erre mondom, hogy transzgenerációs a dolog. Csak mesélek egy apróságot. A kislányom 11 éve Ausztráliába él, és vannak barátai, rendesen dolgozik, meg minden. De ha egy társaságnál bárki azt mondja, hogy ő elcsalt két forintot, akkor mindenki görbén néz rá. Tehát, hogy nem vet jegyet a buszra. Tehát ilyen apró, tehát nem nagy költségvetési csalásról beszélek, hanem egy kis apró. Csunyán néznek rám. Öh, ez hogy lehet? Nálunk meg ugye, hát van az a kocsma hangulat, hogy ugye érvénytelen vonalja egyen utazom. És még ez dicsőséget is ö, 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 származtat, mert aki megveszi arra, még lehet, hogy azt is mondják, hogy lúzer. Hát miért veszed meg? Hát miért nem, miért nem takar, miért? Szóval ez rendben van, de hogy jutottunk idáig? Tehát ez, ez, ez milyen nemzeti sajátosság, hogy mindig jól akarunk járni. Tehát ez, a, ez az alapprobléma szerintem, hogy mindig mindenki jól akar járni, ami egyébként természetes dolog, ha nem megy a másiknak a rovására. Na, ez a lényeg, tehát ezt nem tanultuk meg, hogy nem megy a másik rovására. Tehát az, azért súlykolom én azt, hogy együtt lenni jó, és csak a másik két szemébe létezek, és önmagamba észrevétlen élem az életem, de másik által érem meg emberi nagyságomat, mert ebből fakadna mindaz, amiről beszélünk. Tehát, persze, hogy én, 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 de ez az én, én, én csak akkor tud életre kelni, és kiteljesedni, ha van a másik. És neki is sikerül. Tehát azt egyforma útunk van az életben, születéstől halál. Szóri, elnézést, ez van. Azt mondod, és a vers is azt mondja, amit idéztél, hogy tulajdonképpen a létezésünk az a másik szemébe tükröződik, vagy a másik szemét tükrözi vissza, ez rendben van. De az, hogy mit tükröződik vissza, azért az csak rajtunk múlik. Hát, amilyen a, adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. Hát igen, igen. Ezeken kéne dolgoznunk. És tulajdonképpen már tíz évvel ezelőtt azt mondtam, hogy az történik, hogy ilyen csopordinamikákba próbálják ki azokat az együttműködéseket, amelyek segítenek a következő évszázad nehézségeit az egyénnek túlélni. Mert egyedül nem megy. Ilyen olyan csoportokra van szükség, akik együttműködnek. Hát ez nem szocializmus, amit mondok, hanem annásokkal több. Ez a szívből való segítés. De hát ez a Krisztusi gondolat különben. Hát az tehát nem, ez kéne, ez, ez ez, ez hogy az alapja legyen az egész keresztény gondolkodásnak, hát sajnos nem teljesen így van, de látsz -e esét arra, hogy most, amikor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amikor hát minden évben nem is tudom hány ember fagy meg, és ezeknek a jelentős része otthon, de 200 fölött van. Hát most, hogy így tízszeresére emelkedett mondjuk a tüzelőanyag, vagy a gáznak, a fűtőgáznak az ára, minden az egekben van, rengetegen fognak olyan helyzetbe kerülni, hogy az életük Látok rá, esélye. Esélye. látok rá esélyt, látok e, rá e, Én például elég gyakran mondom, ha e, itt a rádióban is, hogy most annyiban változtassunk a szokásainkon, hogy reggel, amikor fölkelünk, akkor nézzük már meg, hogy a környezetünkben mi van. Például, aki vidéken áll, nézem már meg, hogy a szomszédházba jönne valami füst ki a kéményből, fölhúzták e az ablakról, ott. tehát van-e valami életjel, hogy tudjunk segíteni a másikon, tehát ö, ö, minden rosszba van valami, jó, hát ez egy elcsépelt mondás, de talán a szolidaritás ebben a nehéz helyzetben, ami egy nagyon fontos emberi tulajdonság, erősödhet, nem? Igen, igen, egyetértek és ehhez. egy, egy biblikusat, de felcsillant a szemed. Igen, egy, a remény. igen, egy biblikusat hozzátennék, tehát ugye az őrtáló a közeledő kardot nem jelzi, a fegyvertől elesettek vérét az ő kezéből kéri számon az úr. Tehát minnyáján egy olyan fokozott felelősséggel kezdünk el tartozni a létező embertársaságban, társaink és önmagunk iránt, szerintem simán kijön, amit mondasz. Tehát ezen a szinten úgy gondolom, ha nem is optimista, de úgy érzem, hogy van az a prés, ami kikényszeríti a lokális együttműködéseket a szeretet mentén. Lehet, hogy az a probléma, hogy velünk magyarokkal, hogy Ugye minden ember úgy jön a világra, úgy születik, úgy teremtetik, hogy a lelkében lakozik egy Krisztus, és lakozik egy Lucifer. És az élet sikere az azon múlik a közösség és a saját szempontjából is, hogy melyik dominál, tehát melyik emelkedik felül. És ebben az új helyzetben lehet, hogy a bennünk, a lelkünkben elnyomott és szunnyadó Jézus föl fog ébredni, és föl fog támadni és legyőzi azt a Lucifert, ami önzésre és hát egyebekre ösztökél minket? Hát úgy legyen, de azért Saulusból Pauluszok hamarabb. Á, jó, de hát ezt szokták, de végül is ez egy jó változás volt. Tehát Igen. Ez, ez egy abszolút Igen. pozitív változás Igen. volt. De hát ennek nyilván megvan az ellentetje is, meg a fordítotja is, amikor. Ö, ö, a... Hát mondok de egy példát. E, abból annyit írtak és mutattak, és annyira hogy mondjam, az a példa, az tényleg folyik a, a mindenféle tévékből, meg a médiumokból. Tehát azért már lehet valamitől elegünk, valami mást is kereshetünk, mint amit úgy simán kapunk az önzés és a, a rossz példákat. Tehát egész egyszerűen olyan sok rosszat látunk, meg rossz példát, és látszik rajta, hogy befolyásolni akar az a csípőtől lefelé pornográfia, lelki pornográfia, hogy tényleg azt lehet mondani, értem én, értem én, félni azt lehet. Na most próbáljunk valami mást is. A távoljárok el igazságtól, ha azt mondom, hogy a művészetek legnagyobb feladata az, hogy meghatározza, hogy mi a jó, és mi a rossz ezt etikai alapon, esztétikai alapon, tehát mindenféle olyan, hogy, hogy a tömegnek, az egyének mi a jó, mi a rossz. Ezt azért mondom, mert a politika ezt hajlamos időszakonként megváltoztatni. Mondok rá egy példát, a mi ő miniszterelnökünk, az most úgy kezd el beszélni Ukrajnáról, mintha a barátunk lenne. Idáig meg ős ellenség volt, akit és a Putyin támogattuk, most már a Putyinról. Azt mondta Németországban a miniszterelnökünk, hogy hogy egy kicsit aktuális politikára térjünk át. Azt mondta a miniszterelnök, hogy elszállt. Tehát ö, idáig ö, soha nem minősítette ilyen kifejezésekkel. Az Zelenszkére meg azt mondta, hogy a mi Zerejszkinket 56-ba vagy hát 58-ba kivégezték nagy Imrét. Ilyen párhuzamokat von, ö, amikor ö, a, ma, a kormány sajtó még. Az ellenkezőjét mondja, és hát azért néhány héttel ezelőtt még ő is egészen másként beszélt. Hát most Magyarország miniszterelnökének legyen bárki, és az, azért ebben a korszakban azt kívánom, hogy sikerüljön valahogy nem a rossz oldalra állni, bármi is legyen az a rossz, mert nem látom be. Ő azért van ott, mindenkori miniszterelnök, nem az Orbán Viki hogy hát ugye valami felelősséggel legyen az itt lévő emberek iránt, tehát a magyar országi lakosság iránt, és képviselje azt, hát azért, azért bárki legyen, sikerüljön, hát nem tudom, nem tudom, nem tudok eligazodni, hát annyira megvezető a kommunikáció minden szinten, <kül> hogy én, én éhezem az igazságra, és neki meg csak annyit tudok kívánni, hogy Hát valahogy az ne a vesztők közé vigyel minket. Hát ezt én is kívánom, de hát azért van itt egy komoly probléma, az előbb azt mondtad, hogy a jó oldal rájön, de ki dönti el, hogy melyik a jó oldal? Hát neki idáig... A másik oldal, a putyini oldal volt a jó, most, hogy látja, hogy putyin vesztésre áll, most meg hirtelen az ukrán oldala jó. És a, a magyar társadalom ilyen megdöbbenve követi ezeket a fejleményeket, és nem tud mit kezdeni, tehát ez olyan értékválság, mert ugye ki mondja meg, hogy mi a jó a miniszterelnök, nem az a dolga, annak az lenne a dolga, hogy gazdálkodjon meg, vezesse ezt az országot, de nem az, hogy értékrendeket ö, ö, állítson föl. Hát nagyon kicsi vagyok, és a tudásom is kicsi. De hogy vagy kicsi, hozzám. nem mondj ilyeneket én tényleg csak ezt tudom mondani, hogy olyan nagy a szar, hogy egyetlen egyet kívánok a vezetőnknek, hogy sikerüljön -e a rossz oldalra vinni minket. Teljesen nála vannak az eszközök, neki lejt a pálya, övé a kisvasút, övé a bánya. Szóval az az összes potenciális lehetőség nála van. Csak egyet, egyet kérek, ne vigyen rossz útra minket. Na de hát idáig arra vitt. Most miért gondolod, hogy most meg fog változni? Akkor abban, most vette észre? Hát például egy mai hír, és ugye mondta ami nem volt ma hírolvasás, de hát majd a hírekre kitérünk, hogy azt mondta a reggeli rádióinterjú, hogy utasítottam a pénzügyminisztert, hogy jövőre, 2023-ra felére vigye le az inflációt. Hát mintha ez utasít, ideig miért nem utasította? Ideig miért hagyta, hogy 20% fölé föléme, Tehát egy abnormális. 4.30-as váltó a forintra azért az szörnyű, tehát a szörnyű. Az, sose gondoltam volna, hogy ö, ilyen lesz, de hát állítólag lesz ez 500 is. Hát Sajnos. ez így folytatódik, hát semmi olyan intézkedés nem történik, ami ö, ö, ellenkező hatást váltana ki. Hát a forint ár, árfolyama az tulajdonképpen a gazdasági élet szereplőinek a bizalma, a magyar kormányba, a magyar gazdaságba vetett bizalmát tükrözi. Hát ez a bizalom ettől nem fog megváltozni, hogy egyfolytában ö, az Európai Uniót hibáztatjuk. Ö, azt mondjuk, hogy az infláció az a, ö, ö, az oroszok elleni szankciók miatt van. Hát akkor miért is Csehországban? Ott egy 0% az infláció, korona van. Tehát ez olyan ö, alap, olyan, olyan dörgedelmes hazugság, és, és a mi drága magyarjaink meg vonogatják a vállukat, és azt mondják, hogy hát igen, hát ez akkor így volt, most meg így van. Azt mondja, hogy ö, ö, a szankciók a minden bajnak a, a, a legfőbb okai, és mind a nyolc szankciót megszavazta. Hát hogy néz ez ki? Hát ezt ő tudja. Én csak azt szeretném, hogy. Ö, Hát nyíljon meg a szíve a népesség felé, tehát a lakosság felé, és képviselje a lehető legjobban, mert tényleg, amit mondasz, szó szerint így van, de szó szerint nem is tudom, hogy hogy van, mert annyira összezavarnak a mindenféle hírek. Én nem csak magyar híreket olvasok ám, tehát, és éhezek az igazságra, és ismerek elég sok hogy mondjam, logikus, formál logikus, meg mindenféle mozzanatot arra, hogy hogyan lehet valamit megfogalmazni, hogy annak a értelme megváltozzon, és mindenütt tetten érem ezt a ferdítést, de tényleg, a művészetben volt egy olyan srác az 50-es években, hogy József Bajsz. Ő, ő indította el azt a dolgot, amit fluxusnak nevezünk az elbizonytalanítás. Művészetét, ami szerintem globális méreteket öltött azóta. Tehát nagy váltás volt, bájsz, hogy merre van előre. Sose szerettem, mint irány, de hát arra folyik a Duna. Hát az elbizonytalanítás, ez egy borzasztó dolog, de az is borzasztó, hogyha olyan értékválságot és vált, váltást kell megérnünk, amikor Kiderül, hogy hát lopni az nem is olyan csúnya dolog, sőt, még törvényekkel Ura, is vannak. Mindig úgy, is loptak. Mindig is loptak, meg ez, ez szokás, a... ezt el kell fogadni. Miért lenne szokás? Hát nem, az előbb nem mondtad, hogy el a lányod, lopni. ha két forintot ellopott, akkor közmegvetés ennek az eredménye. Nem hát, is lop el két forintot, hát ez ágába sincs. Ez természetes, de egyrészt belőle fakad, hogy nem csinál ilyet, másrészt a környezet is, a társadalmi környezet is olyan, hogy ezt nem fogadja. Mi miért toleráljuk ezt? ezt a rengeteg mocsokságot, ami a környezetünkben történik. Hát itt ebből a gázszerelő emberből, akire semmi bajom, mert a gázszerel az ő dolga, az, az ország leggazdagabb embere lett tíz év alatt. Olyan vagyona van, amit mi el sem tudunk képzelni, hát honnan? És ezt elfogadják a mi drága magyarjaink, hogy ennek ez, ez, ez az hogy ne, hát hogy mondjam, hogy én művész vagyok. Azért ezerszel láttam azt, hogy igazából azt <laughs> tartják jó srácnak, aki kevés munkával sok pénzt keres lehetőleg munkanélkül vagy ez demagógnak tűnik. Ne azért a harmadik sör után egy kriglibe, ez az igazság. Hogy milyen ügyes, ugye? Égen. Hogy hú, hát ő az életre Égen. való, hogy Égen. hogy Égen. ő aztán, igaz, hogy semmiféle olyan társadalmi értéket nem teremt a sok pénzéről, esetleg nekem is lenne valami hasznos. Vagy pusztán networking, amit csinál, tehát nincsen mögötte teremtő érték. <coughs> És én arról beszélek, hogy a szeretet az azt tud lenni, az együttlét, mert ugye az együttlét az szeretet, hogyha Krisztusba fogalmazok. Mi más lenne? Hm? Hát kivéve a börtönöket mondjuk, ott nem szeretetben vannak együtt, hanem ott egy kemény ítélet Jó, alapján. de nem szabad akaratból mennek Nem szabad oda. akaratból. Na de ebben az értékvál fölborult. Nem is tudok már mit mondani rá a világba. Mert az előbb azt mondtad, hogy én kispont vagyok. Nem lehet, hogy az a baj, és azért jutottunk el ide, mert mindenki azt gondolja magáról, hogy egy kis pont. Há' hol a fenébe van Kantnak, ugye, a, mi a felvilágosodás ö, ö, című írása? És ahol azt mondja, hogy a felvilágosodás nem más, mint a felnőtté válás, igen fájdalmas folyamat, ami felelősséget jelent a saját, meg a közösségem sorsa iránt. Benne van ez a magyar lélekbe, ez a Kanti gondolat? Hát, szerintem a nyakas magyarban benne van, csak ki kéne aknázni. Tehát hát próbálok pozitív lenni, tehát annyira hát... borzalmasnak tartom azt a helyzetet, amiben ma élünk, hogy én keresem a kiutat. Tehát valakinek a versét, hagy mondjam el egy verzét, jó? Kié? Mondd el, hogy kié? Hát, menj hát Jenőjét, fogom mondani. Felszakad egy sikoly, kifogytam a szavakból. Álomi díszletek szellemből és anyagból. A templom sárga tornya, tetején megáll az óra. Nem nevetés, nem sírás, nem fejés, nem írás, és az időiránytűje iránytűje épp sem erre sem mutat. Keresem a kiutat, No hát a, a, kiútkeresés meg a pozitív hozzáállás az egy csoda dolog, és még alig kezdtünk el beszélgetni, és a majdnem egy hármelyed óra eltelt, akkor pozitív dolgokról beszéljünk most a hátralévő időben. Mit szólsz a tanárok és a diákok elemi erejű megmozdulásához? Pozitív dolognak tartod, vagy pedig azt gondolod, hogy jó, hát nem kéne, hát hagyni kéne békébe, hadd menjen minden úgy, ahogy idáig is ment, akkor miért nem, mint hogy sokan mondják ezt. Nyilván az eredmény, hogy most már ugye azt kommunikálja a kormányzat, hogy ha lesz lóvé, lesz áre, ö, béremelés, és jó léptékű, erre azt mondom, hogy ez igazolja az egészet. Mert azért tényleg, tehát pedagógus kollégáim, meg bármi, tehát hogy annyira, amennyire azt csinálták évtizedekig, azért az fájt és most a szívem örül, és nagyon is drukkolok, hogy adják ide a magyaroknak a lóvét, és emeljék meg a tanárok fizetését. De jó, rendesen 80 ról hallottam, tehát ugye az a diplomás átlag bér 80 százaléka. Azért... Miért a 80? Miért nem a 100? Csak úgy kérdezem, mert mondjuk a jövőnk múlik ezen. Tehát ez sokkal fontosabb, mint hogy más diplomás mennyit keres, mert a gyerekeinkről, a gyerekeink keresztül rajt rólunk, tehát az egész társadalomról. Mi, miért végkülünk ki az, hogy jó, hát örüljenek neki, hogy kaptak 80%-ot. Gulyás Gergely tegnap azt mondta, hogy három év múlva akár 770 ezer forint is lehet a. a három a tanár év múlva bél. az 500 forintos, meg a 600 forintos. Mennyit fog érni, hogy számolta ki? És az egyik tanár azt mondta, hát ennek Roppant örül, és ha bemegy majd a Leadbe, meg az Oceanbe vásárolni, akkor majd erre fog hivatkozni, hogy adják neki oda olcsóbban a cuccot, mert három év múlva majd 770 ezer forint lesz a fizetése, tehát ennek körülbelül ennyi a valóság alapja. De most azon kívül, hogy nyilván emelik a tanárok és a pedagógusok bérét, az egy óriási dolog, hogy a társadalom egy igen fontos, meghatározó része a diákságot is beleértve kezdőn öntudatára ébredni. Kezd arra ébredni, hogy, hogy a saját sorsát befolyásolni képes, ha összefog, jön a tömegjelenség, hogy együtt erősebbek vagyunk, és ha kiáll a saját érdekeiért. Hát persze, persze, hogy így van. Azért mondjuk a diákságnak azért a tanulás is egy nagyon nagy feladata, mert például, hogy Eckhart mesterrel érjek a 11. századból, vagy odadatát kis idézettel, hogy először a megfigyelő, ismerje a régiek igyekezetének a célját. Nem kell mindent megtanulni, amit a régiek tudtak előttünk az elmúlt 6000 év során. De, mi a bánatért csinálták, mi a bánatért tanultak, kutattak, azt azért föl kéne mérni. Na és akkor lehet kritizálni. Mert van egy alapja, van egy, egy olyan bázikus fundációja az ő jelenlétének, ha ő csinálja, hogy tanul, mint a güzű, ezzel a kíváncsisággal, kifogyhatatlan kíváncsisággal, hogy igenis ébredjen öntudatra, és védje meg a jogait. De ez, ez is egy dihotom fogalom. A jog az kötelességgel jár. Tehát azt kívánom, hogy igen, jussunk el oda, hogy minél több diák ráébred arra, hogy neki jogai, kötelességei, a jövővel mérhető felelőssége van. De ez ott kezdődik, hogy a diák legyen diák. És ebben a dologban az van, hogy a tanár legyen tanár, és fogadja el a diák a tanár együttműködését, hogy őt segíti ezen az úton. És ezt a tanárt nagyon meg kell becsülni. Talán tényleg a 80 az kevés, de azért mondjuk az van, hogy... a tanár életbeli kérdés. 200 ezer pedagógus van, ennek az infrastruktúrális mozgatása, hogy valami az hm. kerül valamibe, tehát azért a helyzetek megteremtése, akármi, de azért akkor is úgy gondolom, hogy nem 80%-e beigazad lehet, hogy egész egyszerűen, ha tanár-tanár, a diák az diák, akkor akkor vagyunk azon az úton, hogy fölfedezi az ő saját lehetőségeit, és kiáll, a... és követeli a jobb oktatást, a jobb oktatási mintázatokat, a tananyagokat, szélesebb kitekintésű megoldásokat, tehát hogy ne idomítsák, hanem tanítsák. Uh, uh, amit uh, ez nagyon fontos, is. De hát egy dolgot hadd mondjak. Várjál, csinál. hogy mondjam, tehát tulajdonképpen a mintázat olyan, hogy hajnal professzor mondta annak idején a, a szemmelvész orvostudomány. Megkérdezte a hallgatóságot, hogy hölgyeim és uraig, önök szerint mi a nyúl? Várt mindenféle, jöttek tapsisról, erről arról. Csak magához ragadta a szót, hát kérem szépen, a nyúl, a nőnyúl, a himnyúl és a mező. Tehát az egységek, az erőképzések a tömegben is így működnek, hogy szegmentáltan adódnak össze. Tehát az, hogy valaki teljesen összeállva egy csoport a jogait megjelenítse és követelje teljesen jogosan és hatékonyan, ahhoz az kell, hogy ez a bajfajta komplexitás belül legyen az integritásán az egyén és a tömeg viszonyára visszatérve, szóval a tömeg azt mondja, hogy már örömmel fogadja, hogy hú, 80%-ára az értelmiségi béreknek fölemelik a pedagógusok bérét, de Ceyzel Endre írt egy könyvet, azt firtatta, és azt vizsgálta, hogy a magyar Nobel díjasok, akik egy kivétel zsidó származásúak voltak, hogy van-e ennek genetikai oka, hogy ők lettek azok, vagy pedig milyen más ukai vannak, és kiderült, hogy a zsidó családok a gyerekeiket akkor is tanították a legjobb és legdrágább iskolákban, ha éppen nem volt mit enniük, vagy legalábbis nagyon szűkíteni kellett a családi kiadásokat, legalábbis kaja vonatkozásába. Mindegyik a Fasori gimnáziumban, majdnem minden Nobel-díjasunk onnan került ki, az volt a legjobb gimnázium akkoriban, hát most is nagyon jó gimnázium. Tehát hogy van az, hogy az egyén, az mindent meg beáldoz, és mindent feláldoz azért, hogy a gyerekét tanítassa, és nem sajnálja rá a pénzt, viszont a tömeg az megelégszik a 80 kal holott mindenkinek a gyereke jobban járna, minél jobban megvannak vannak fizetve a pedagógusok, annál nyugodtabbak, annál kevésbé kell energiát fordítaniuk az életvitelükre, mert hát minden meg... Hogy van, mi ez a változás, hogy ami... Itt mindent feláldozunk, ott meg elfogadjuk. Hát ebben teljesen igazad van, hogy ez sántét. Előbb is korrigáltam. Tehát a, én is örültem a tegnapi hírnek, hogy lesz egy jó, rendes, mérhető tanárbéremelés. De tényleg ezen nem akadtam meg, hogy 80% holott azt kell mondani, hogy ez még azért nem a Kánaán, hanem egy az egybe. Mert hát de egy... hát a százszázalék is szar az európai átlagbérekhez viszonyítva. Hát de az egész régió arra állt hogy 60-70%-os munkaerő díjjal vonzunk ide mindenféle befektetéseket, erre állt rá évtizedekkel ezelőtt. Ezt azért nem lehet, hogy hirtelen felülírni folyamatokat lehet elindítani, és nyilvánvalóan, hogy mondjam, tényleg a jól képzett, felelősségteljes munkáknak a jobb megibércsülésével lehet kezdeni a dolgot, tehát a, az, hogy az általános bérszínvonal jelentősen felzárkóznom, mert ott volt az a 15%-os adó, amit nem fogadtunk el. Azt igen, az egy olyan dolog, hogyha ezt a világon tényleg mindenki elfogadta volna, akkor a rabszolgamunkát a szinte ki, ki tudtuk volna gyomlálni az egész világon. Holott ugye nem beszélünk róla, hát ez a korszak sem mentes a rabszolgaságtól, és nem három darab ilyen láncra kötözött, szépasszony van rabszolgasorba mint hogyha mondjuk a dzsábátnak a jelenetét nézzük a csillagok háborújából, hanem tömegek, névtelen tömegek. Ugyanolyan ember, mint én, vagy te, vagy önök, akik éppen hallgatják. Nagyon sokan, tehát milliós, milliós számban vannak. De ez az ö, európai minimál ö, adó, ez annak ellenére be lesz vezetve, hogy Magyarország megvétózta. Mert Németország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Hollandia, Finnország, tehát az erős országok azt mondták, hogy ők ezt akkor is be fogják vezetni és alkalmazni fogják, hogy ez Magyarország megvétózza, nem érdekli őket. Na most miután Magyarország. Én értem a magyar... Várjál, tehát értem ezt, ez, ez az, 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 amit mondtam, hogy tulajdonképpen úgy lett évtizedek óta az irány megszabva, hogy olcsóban adjuk a munkát. Hát ez a mi olcsóságunkat alássa. Tehát nem Én leszünk nem. olcsók. Tehát valamit a több pénzért valami magasabb hozzáadott értéket kéne produkálnunk, ahhoz pedig tudás kéne. Egyébként a pedagógusokhoz való társadalmi viszonyulás az a múlt század, sőt az azt megelőző század végére is visszavezethető, amikor ugye a pedagógusokat úgy nevezték, hogy a nemzet napszámosai. Hát azért ez a nemzet napszámos a titulus, ez nem egy felemelő, ez nem a munkájukhoz illő ö, ö, társadalmi megítélés. Akért árnyalnám a helyzetet. Tehát ö, vidéken egy középiskolai tanár, az nagyságos úr volt, szolgálati lakással, cseléddel. Elnézést. A másik fele egy maj, budapesti tanítónő, annyit se keresett, hogy albérletet fizessen, hisz például a vakok intézete az úgy épült egy magánadományozásból, hogy 15 tanítónak legyen, hol laknia. Tehát ezek a dolgok sem maiak, a kettős megítélés, vagy a, hogy mondjam, a, a differenciá, ami ezen a dolgon belül van, számosai persze, hát ki nem az, aki kellő alázattal végzi a munkáját, legyen az kutató, biológus, vagy kommunikációs, vagy bármi. Hát nyilván, hogy együtt dolgozunk, de mondjuk a pedagógusok megítélése azért az nagyon fontos. Egyébként a, a, az a dolog, amit még most is, tehát struktúrálisan még mindig a klébezbergi nagy, az akkoriban forradalmi nagy robbanás volt, csak elment fölött az idő, hát el, másra van szükség. szükség. <laughs> Igen. Tehát nem arról van szó, hogy az akkor a vöröstéglás épületek és struktúrák korszakában az ne lett volna a népoktatás terén egy Európa vezető megoldásai közé tartozó oktatáspolitikai lépés. Csak nem ott tartunk. Nem arra van szó. Egyrészt, ma 7 milliárdan vagy 8 milliárdan élünk, és másfél milliárdan dolgozzák meg azt a Értéket teremtik meg, ami a világgazdaság alapját jelenti. Tehát nem kell már mindenkinek dolgoznia, nem is megy. Hát egész egyszerűen, közgazdaságilag, termelékenység szintjén nem ez a matek, nem erre megy a világ. Tehát tulajdonképpen nagyon megváltozott a világ. Azt is szoktam mondani, hogy amikor megszülettem, voltunk alig három milliárdon. Ma ugye kilenc felé tendál a szám. Ez nem azt jelenti, hogy egy gombóc helyett három gombócon van, hanem azt egy mondom, gombócra hogy... Egy három ember jut. Nem! Ez egy exponenciális növekedés az együttműködő erő szintjén. Mm -hmm. Tehát három a négyzeten. Nem háromszor három. E energetikailag. És úgy, hogy mondjam, az emberi erő, a tömeg ereje, az a teremtő erő, a cselekvő erő. Az maga, hogy mondjam, annélkül nincs semmi. Ez másképp oszlik meg. Tehát a mostani gazdasági globális termelésben nem az a helyzet, hogy mindenkinek dolgoznia kéne. No, hát... Na de akkor mi lesz azokkal, akik dolgoznak, és mi lesz azokkal, akik nem dolgoznak? Erre fel kéne, hogy az oktatás készítse a felnövekvőket, hogy egy nagyon furcsa világba érkeznek meg. Edukáció, 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 mindennek ez a szerintem a megoldása, de az időnk. Jó, domestifikáció, Na, domestifikáció, domestifikáció. Az is, így van, mind a kettő. E, e, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor talán befejezésképpen, hogy pozitív legyen a végkisugázása, vagy az üzenet a beszélgetésének, üzenjük azt, minden kedves hallgatóknak és minden magyar állampolgárnak, felelős állampolgárnak figyeljen a környezetére. Nehéz idők jönnek, megfagyhatnak, éjjel hallhatnak, egyre több nyomorult lesz az utcán, hajléktalan, és őket nem megvetni, nem kikerülni kell, hanem segíteni rajtuk, mert lehet, hogy az életük múlik ezen. Kicsivel az nem fog fájni, de sok kicsi sokra megy, tehát megint vissza a kenyérszaporításhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm szépen a kedves hallgatóinknak a figyelmet. Minden jót viszont hallásra.